A válogatott felkészülési meccsei miatt két hét szünet volt a bajnokságban, és a hátralévő 8 forduló előtt minden csapat igyekezett még erőt gyűjteni a folytatásra. Nem volt ez másként Kisvárdán sem, ahol szinte teljes kerettel dolgozták végig az elmúlt napokat. Az az igazság, hogy nagyon jól jött számunkra ez a kis pihenő, hiszen azt éreztem a srácokon, hogy egy kicsit befásultak, és nem volt meg az a frissesség, ami kellett volna. Úgyhogy számunkra nagyon jól jött, és ezen a két héten csak azon dolgoztunk, hogy ezen a területen rendbe tegyük őket, és én úgy érzem, hogy sikerült is, nagyon hasznos két hetet tudtunk eltölteni. Szerencsére aránylag együtt is volt a csapat, hiszen egyetlen egy hiányzónk volt, aminek nagyon örültünk értelemszerűen. A Prenga személyében ugye meghívták az albán válogatottba. Ő nem volt velünk, de az összes játékos mellette a rendelkezésünkre állt, tehát tényleg hasznosan és jól tudtuk eltölteni ezt a két hetet. A tabella élén a Ferencváros áll 52 ponttal, megelőzve az egyaránt 45 pontos Puskás Akadémiát és Kisvárdát. A 32 ponttal hatodik Molfehérvár FC a szünet előtt győzni tudott Gyirmóton, véget vetve 7 meccses vereség sorozatának. Lehet, hogy egy kicsit furcsa hangzik, de én örültem annak, hogy a Fehérvár az utolsó mérkőzésen nyert, hiszen szokták mondani, hogy semmi sem tart örökre, se a jó, sem a rossz sorozat. Tehát ez előbb-utóbb megszakadt volna, és nagyon örülök, hogy nem ellenünk, és mi arra szeretnénk törekedni, hogy újra visszataszítsuk, ha fogalmazhatok így, a Fehérvárt abban a sorozatban, amiben volt ez idáig. Tehát nagyon nehéz mérkőzésre számítok értelemszerűen, hiszen a Fehérvár egy jó csapat, abszolút nem az a csapat, amit jelen pillanatban a helyezése mutat, de nekünk is megvannak a magunk tervei, és ahhoz, hogy ezeket a célokat elérjük, pontokat kell gyűjtenünk, és ez nem szeretnénk máshogy Fehérváron sem, úgy utazunk, hogy szeretnénk megnyerni ezt a mérkőzést, aztán természetesen meglátjuk, hogy a 90 perc után mivel kell majd megelégednünk. A 26. forduló további párosítása a következő: Mezőkövesd, Gyirmót, Debrecen, Zalaegerszeg, Budapest Honvéd, Paks, Újpest, MTK Budapest és Puskás Akadémia Ferencváros.